Örökölt sors. Bevezetés. Amikor valaki eljön hozzám, és elkezdünk dolgozni az elakadásain, vagy élete visszatérő negatív mintázatain, általában hamar felsejlik, hogy csak akkor tudunk előre haladni, ha előbb visszanyúlunk az időben. Van, akinek ez elsőre furcsának, vagy akár értelmetlennek tűnik. Emlékszem egy férfira, aki néhány éve keresett fel, és az óráját igazgatva bizalmatlanul méregetett. Akkor már negyedik alkalommal hívta ki a mentőket, vagy vitette magát sürgősségi osztályra a feleségével, mert azt hitte szívinfarktusa van. Az orvosok minden alkalommal megállapították a téves riasztást, megnyugtatták, majd néhány életmód tanács, kevesebb só, több mozgás kicséretében hazaküldték. Az utolsó alkalommal azonban az orvos azt mondta neki, figyeljen ide, a maga szíve teljesen rendben van, a bajt ne ott keresse, Menjen inkább pszichológushoz. Így aztán eljött, és ott ült velem szemben, hogy kiderítsük, mi okozhatta a pánikrohamokat, és mit lehet tenni ellenük. Ám még mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, szigorúan kikötötte, hogy a múltat ne bolygassuk. Én egy optimista ember vagyok, szeretek előre tekinteni, inkább a jövővel foglalkozzunk. Sokszor találkozom hasonló fenntartásokkal, és azzal a hozzáállással, hogy a múlttal felesleges foglalkozni, hiszen azt már úgysem lehet megváltoztatni. Ez a mondat azt a meggyőződést fejezi ki, hogy a múlttal kapcsolatban az egyetlen esélyünk az lenne, ha meg tudnánk változtatni, de mivel ez lehetetlen, nincs dolgunk vele. Ez azonban tévedés. Azt, ami már megtörtént, tényleg nem tudjuk visszacsinálni. Ám ha megismerjük, a sokat segíthet abban, hogy a jelenünket és a jövőnket másképpen alakítsuk. Ahogy Winston Churchill mondta, minél messzebbre nézel hátra, annál távolabbra látsz előre. Csak a múlt minél alaposabb ismerete vértezhet fel a jövő kihívásaival szemben. Persze gyakran nem könnyű felismerni az összefüggéseket, és szkeptikusan kérdezhetjük, Ugyan a mi köze lehet évtizedekkel korábbi történéseknek ahhoz, amitől most szenvedünk. A legtöbb esetben azonban kiderül, nagyon is sok. Vannak, akik azért vonakodnak attól, hogy szembenézenek a múlttal, mert úgy érzik nem bírnák elviselni, ha valami addig ismeretlen, súlyos információ derül neki, ha a szekrényből egyszer csak kidőlnének a csontvázak. Egyik kliensem például hevesen tiltakozott a módosult tudatállapotban. Szándékosan nem a hipnózis kifejezést használom, mert ahhoz rengeteg bulvár butaság kapcsolódik. Végzett terápiás munka ellen, mert attól tartott, hogy a tudattalanja mélyén valami szörnyűség rejtőzik. Ez a szorongató félelem azonban sokkal több energiáját emésztette fel, mint amennyi az esetlegesen előbukkanó rettenettel való megküzdéshez kellett volna. Egy másik jellegzetes fenntartás abból adódik, ahogy egyesek a terápiás munkát elképzelik. Még mindig sokan vannak, akik azt hiszik, a pszichológus legfőbb feladata, hogy megítélje, ki a hibás, ki felel a kialakult helyzetért, és nem szeretnék, ha az derülne ki, hogy éppen ők. Nemrég egy pár így kezdte a terápiás beszélgetést. Azért jöttek el hozzám, hogy hallgassam meg őket, és állapítsam meg, mely kölyük a hülye. Ki kellett ábrándítanom őket, mert pszichológusként nincs hülyeségdetektorom, és ilyen címkéket amúgy sem szívesen ragasztanék senkire. Mások ezzel szemben épp azt szeretnék elkerülni, hogy a múlt feltárásával át kelljen értékelniük a hozzátartozóikhoz fűződő viszonyukat. Egy hölgy például már az első beszélgetésünk alkalmával kijelentette. Azért tart a pszichológusoktól, mert mi mindent az anyákra kenünk, már pedig neki csodálatos édesanyja van, felejtsem el, hogy róla bármi rosszat fog mondani. A lojalitás, a családunkhoz való hűség olyan erős parancs lehet, ami akár abban is megakadályoz, hogy reálisan lássuk mindazt, ami történt velünk, és képesek legyünk megérteni életünk összefüggéseit. Hagy nyugtassak meg mindenkit. Ez a hozzáállás nem csak a laikusokra jellemző. Egy segítő szakembereknek szervezett csoportban egyik alkalommal a szülőktől elszenvedett gyermekkori sérelmek kerültek terítékre. Felkavaró nap volt legközelebb nagy hallgatással indult a csoport. Senkinek sem akaródzott megszólalni, míg végül valaki kibökte, mennyire mély bűntudatot élt át, amiért előző alkalommal kiadta a szüleit. Felnőttként is képesek vagyunk úgy gondolni, árulást követünk el, ha beszélünk gyerekkori fájdalmainkról, ha előhozakodunk a szülő-gyerek kapcsolatban megélt hiányérzeteinkkel. Pedig ezeket az aggájainkat érdemes félretenni. Múltunk feltárása nélkül ugyanis csak halvány sejtéseink lehetnek arról, kik vagyunk és miért pont ezt az életet éljük. Ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, megtaláljuk elakadásaink okait, feltárjuk szorongásaink, rosszkedvünk, kudarcaink magyarázatát, vagy megértsük, miért ismételjük újra meg újra boldogtalan párkapcsolati forgatókönyveinket, nem elegendő csak a saját életünket nagyító alá venni. Szüleink, nagyszüleink soha nem látott őseink tapasztalatai, élményei, félelmei és szenvedései súlyos örökségként befolyásolják sorsunk alakulását. Ha ezek a családi tudattalan rejtett zugaiban maradnak, megakadályoznak minket abban, hogy szabad életet éljünk. Épp ezért elengedhetetlen, hogy önmagunkra mint egy kiterjedt családi kapcsolati háló tagjára gondoljunk, és felfedezzük, hány meg hány szállal szövi át jelenünket a múlt. Fel kell ismernünk, attól, hogy valamely történésnek vége szakadt, a hatása még hosszú évek, évtizedek elteltével is érezhető a leszármazottak mindennapjaiban. Mára ez már nem az ezotéria világába tartozó, hiszem, ha akarom jellegű vélekedés, hanem megrázó erejű, tudományos kutatások által alátámasztott tény. Ebben a könyvben egy generációkon átívelő önismereti utazásra invitálom a kedves olvasót. Arra biztatom, legyen bátorság a feltárni családja rég eltemetett történeteit, elindulni a sűrűnben őt ösvényeken, és szembenézni azokkal az erőkkel, amelyek az életében munkálkodnak. Hiszem, hogy egyetlen ember sorsa sem érthető meg a transgenerációs, vagyis generációkon átívelő hatások figyelembevétele nélkül, és a változásnak is az egyik legértékesebb kulcsa lehet, ha feltárjuk őseink történetét.